nem szöveges. Londonban élek 5 éve, a párom 10 éve, és két kisgyermekünk van, mind a ketten itt születtek. És most jöttünk szurkolni. Gyakorlatilag 3 hete jöttünk ki igazából munka lehetőség után keresve, és hallottuk, hogy itt van ez a fantasztikus hely, ez a Magyar Szurkolói Klub. Hát már 2-szer voltunk itt, ez a 3. alkalom, hát jó a hangulat, lehet magyar ételeket, italakat fogyasztani, ami megadja a varázsát, illetve át szurkolni. Én személy szerint légiutas kísérő voltam, a Malév ugye megszűnt létezni 3-4 héttel hónapja, és hát munkát keresünk ezért, hogy fent tudjuk tartani az otthoni körülményeinket, családjainkat. Pizzafutárként dolgozunk ilyen pillanatban egyébként. Igazából nagyon sok ember úgy jön ki, hogy azt gondolják, hogy nátok örök, ők most meggazdagszanak itt kint Angliában. Nagyon sok emberre, nagyon sok magyarral beszélgettem, amióta itt kint élek, és úgy, hogy pont kijöttek, nincs semmi tervük, és csak keresik önmagukat. Próbálok segíteni nekik, próbálom mondani nekik, hogy én például az én példámat, hogy én hogy kezdtem és hogy jutottam el idáig, de nagyon sokan rövid idő után feladják, tehát 1-2 hónap, és úgy gondolják, hogy hát ez nem jött be az élet, visszamennek. És nagyon sok pénzzel jönnek ki, ugye gyűjtenek otthon, hogy akkor legyen egy kis tőkéjük, induló tőkéjük itt Angliában, és egy pár hónap után felélve a tőkéjüket visszamennek. Én úgy gondolom, hogy ha valaki szeretne munkát keresni, akkor biztos, hogy talál. Azért vagyok itt, mert szeretném ezt aláíratni Buzánszky Jenő bácsival, mert nagyon nagy megtiszteltetés lenne, hogyha aláírná, és szeretnék eljutni egy olimpiai mérkőzésre, vízilabdára vagy kézilabdára, mert gyerekkorom óta fűződöm a sporthoz, és nagyon nagy álmom, hogy egyszer eljussak egy olimpiai eseményre. És látsz rá esélyt? Látok rá esélyt, hogyha tovább jutnak a magyarok vízilabdában, amire elég nagy esélyünk van, akkor szerintem elég jó eséllyel indulok ahhoz, hogy kiussak. A London falva, ami többek között ezt az olimpiai szurkolóklubot is szervezte, egy Facebook oldal, a legnagyobb londoni magyar Facebook oldal. Neve egyrészt, másrészt egy fajta gyűjtőnév is, hiszen London falva ként hirdetünk rengeteg magyar rendezvényt, többek között Edda és Ákos koncertet szerveztünk, de ez a csapat szervezi a londoni Duma Színházat, illetve rengeteg magyar eseményt. Ahogy nyilván ti is tapasztaljátok, itt Londonban rengeteg magyar él és dolgozik, illetve látogat ki, és azt látjuk a rendezvényeken az elmúlt lassan több mint 3 évben, hogy egyre nagyobb közösséget tudunk megszólítani. Első nap, amikor megérkeztem, akkor hát lényegében aznap még ki is mentem a Wembley stadionba, és hát végignézni egy mérkőzés. Az embernek ott az agyába végig szaladt, hogy milyen eredményt értünk el egyik, a másik pedig hát az ember próbálta a góloknak a helyzetét, az, hogy hova mentek be, melyik kapuba, hogy mind, tehát egy kicsit úgy visszapengetni az embernek az agyába. Nem csak a maga emlékért jött az ember ide, hanem jött azért, hogy hát az olimpián és jó szerepeljenek a magyarok lehetőség szerint, és hát legyünk büszkék arra, hogy hát azért a magyar nemzet, sport nemzet, és tud eredményeket felmutatni. És én remélem erre azt, hogy jó pár aranyéremmel tudunk elmenni innen, és aztán az embereknek, a magyar embereknek ismét a mai nemzedék is örömet tudott szerezni. Aki hát szeretné magyar nemzetet, magyar embereknek örömet szerezni, az mondja le a Dulce Vitáról, mondja le sok mindenről, ha megvan neki az Isten adta tehetsége, akkor tudjon a magyar embereknek örömet szerezni. Mit szól ahhoz, Jenő bácsi, hogy ilyen sok magyar él külföldön? Ez egy kicsit fájó érzés, nem? Hát igen, hát engem is csalogattak jó párszor. Hát én nagyon örülök, hogy meg tudtam magyarnak maradni, illetve hát az otthoni magyarnak maradni, és örülök annak, hogy egyetlen vidékiként abban a csapatban bent tudtam szerezni, illetve szerepelni, és hát a másik része pedig, hát én ahányszor hívtak, annyiszor mondtam vissza a dolgokat, mert én itt születtem, mondhatom úgy, hogy ezen a tájon, a magyar rónaságon.